Mielőtt elkezdődne ez a videó, mutatnom kell nektek ilyen kis szépségeket. Ezek itt mind-mind rókalandos kitűzők, és ezeket a kitűzőket most már ti is meg tudjátok vásárolni. A befolyt összeggel pedig a munkánkat támogatjátok, minden forintot a csatorna fejlesztésére fogunk költeni. Linket teszek majd a leírásba, ami egy PayPal-os számlához vezet titeket, és ott fel lesz tüntetve, hogy mit kell tennetek, hogyan kell a pénzt elküldenetek, és hogy hogyan tudjuk felvenni veletek a kapcsolatot, úgyhogy ha véletlenül ezt nem találnátok meg, üzenjetek nekünk nyugodtan, és elküldjük a linket, és mondjuk a részleteket, és nagyon szépen köszönjük, hogyha ennek az apróságnak a megvételével támogattok minket. Sziasztok! Ez most itt egy mondjuk úgy napi vlog, de felfoghatnánk ilyen kicsit update videónak, live update videónak is, és akik taguk a csatornán vagy Patreonon támogatnak minket, azok elég gyakran kapnak most már ilyen típusú videót tőlünk, hiszen a csatorna tagságnak az egyik előnye az az, hogy vannak ilyen extra tartalmak, és valahogy úgy érzem, hogy ez a vlogos, kötetlen, beszélgetős dolog illik a legjobban ebbe, szóval, hogyha megér nektek akár, ahogy Peti szokta mondani, egy sör árát a csatorna tagság, akkor nézzétek meg ezeket az extra videókat is. Viszont arra gondoltam, hogy hát ne maradjon ki az összes csatornára feliratkozott ember ebből az egész hangulatból meg dologból, legyen most egy vlog, amit mindenkinek szánunk. Mint látjátok, nem ül itt mellettem Peti, ennek pedig az az oka, hogy neki más programja van, és mindjárt beszélni fog nektek erről egy picit. Az ezelőtti videónk, ami kikerült, amiben a barátainkkal kóstolunk gyümölcsös söröket, az elég jó példa arra, hogy mennyire vegyes a csatorna felhozatala. És a legtöbb ember szerintem ezt tudja, de azért elmondom itt is, hogy nem kell, hogy minden videó tetszen. Tehát tökre megértem azt, aki ha belenéz egy ilyen videóba, amiben piálunk és berúgunk együtt a barátainkkal, az azt mondja, hogy ez nekem nem kell és elkattint. Teljesen jól van ez így. Nem kell végig szenvednetek ezt, és nem kell feltétlenül megjegyzésbe odaírni, hogy mind alkoholisták vagyunk, hiszen ez eleve baromság. Abból, hogy látsz valakit berúgni egy videóba, nem állapíthatod meg ezt az információt, meg sok egyéb más dolgot sem. És látom a kommentekből, hogy melyikek azok a videók, amiket jobban szerettek. Látom azt, hogy néha kéritek, hogy legyen még sorozatos dolog, legyen még furcsa kajás dolog, legyen még menzás videó, de meg kell, hogy értsetek minket. Mi ezekért a videókért soha semmilyen videóért nem kaptunk még egy fillért se semmilyen cégtől. Csak a YouTube-tól való reklámbevételből van valamennyi, de higgyétek el, hogy ebből nem tudná föntartani magát egy ember se. És az van, hogy nekünk muszáj a munkánkra koncentrálni, főleg most, hogy újra felélénkült ugye ez a turizmus meg vendéglátás, mert mi azért kapunk pénzt, hogyha cikkeket írunk, recepteket készítünk, és videót meg akkor tudunk csinálni, és olyan videót tudunk csinálni, amit a szabadidőnk megenged. Sokszor összekötjük nyilván a munkánkkal, tehát hogy ha most majd megyünk olyan helyekre, ami számotokra is érdekes lehet, azt meg fogjuk mutatni, de amikor mi gondolkodunk azon, hogy milyen videó legyen, akkor azért mindig az első, vagy az a legfontosabb, hogy éppen mi mit forgatnánk le szívesen, miben érezzük jól magunkat. Úgyhogy van egy óriási listám arról, hogy ti mit szerettek, meg mi mit szeretünk, és próbálom ezt egyensúlyba tartani, de főleg most ebben az időszakban, amikor kicsit jobban pörögnek a dolgok, és több minden történik, nem tudom előre megjósolni, hogy mi lesz pontosan. A gasztrokedvencek az egyetlen rovat, ami örök is működik, az jönni fog ezután a videó után. És én nagyon örülök annak, hogyha mondjuk nem tetszik nektek egy videó, akkor azt csak is simán figyelmen kívül hagyjátok, és visszajöttök majd egy másik videóra, és akkor az lehet, hogy tetszeni fog. Szóval szelektáljatok így, és szerintem nem,
nem kell feltétlenül felháborodni azon, hogy sokféle dolog van, és hogy vannak olyan dolgok is, ami lehet, hogy nektek, neked személy szerint nem jön be. Minden, ami itt van, az olyan, amilyenek mi vagyunk, és nem félünk megmutatni semmelyik oldalunkat se. Úgyhogy, ja, ezt még el akartam mondani. Majd igazán izgalmas napnak nézünk elébe. Igazán úgy érzem, hogy így kezd fellélegezni abból a hosszú téli álmából az ország, és mi is, és ez a nap egy ékes példája annak, hogy kimozdulunk. Az a helyzet, hogy felkértek arra, hogy vegyek részt a Fábri Show-ban a Tiny Wasteland-del, ami eléggé meglepett, mert egy részt még nem tudtam, hogy még mindig van Fábri Show, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag a Fábri Show-n nőttem fel, mint sokan más is. Sokan mások is, igen. Elfelejtettem időskoromra beszélni. Nem lesz jó, mert a Fábriban mész. Igen. És a Fábri tud beszélni. Hát a Fábri tud beszélni. Kibaszott nagy bajban vagy, haver. Mert hogyha ott nem alázva. Meg leszel alázva? De nem, amúgy azt mondták, hogy nem, mert hogy volt egy előinterjú is már, és ugye azt beszéltük pont, hogy ugye ott te mibe leszel a Fábrinek melyik részébe? A Design Center. Legkirályabb dolog ever, de ugye a Design Centerről tudjuk azt, hogy néha így ilyen nevetséges dolgok vannak, meg nevetséges emberek. És te így a határa vagy a témáddal adnak, hogy kiröhögni fognak, vagy azt mondják, hogy wow. De azt mondta az előinterjús csávó. Csaj, hogy? Nem félt engem. Tehát, hogy nem kiröhögni fognak alapvetően. Nyilván egy kicsit mindig fél az ember attól, hogy hülyességet mond, mégiscsak adásban lesz. Azért nem élőben ez egy kicsit kevésbé kínos. Hogy mondtad, hogy 8 óráig forgatják az egész adást? Hát ők reggeltől estig forgatnak 2 adást. Wow. Ide a kamerába. Ígérd meg a kedves nézőknek, hogy nem ez az utolsó videó részlet, amit veled látnak, mert készíteni fogsz. Megígéred? Basz meg. És akkor jöjjön a mai első programom. Egy zoomos értekezletem lesz, amiben Debrecenről és az ott újrainduló turizmusról fogok beszélgetni, de egy borkóstoló keretében. Kaptunk egy csomagot a sarki fűszerestől, ami ilyen... Jaj! Na, majd mindjárt kibontom nektek, ez egy sajttálféle. Küldtek egy könyvet, Térei János, Boldog ház, Két Malom utca, egy civis vallomásai címmel, és még nem olvastam bele, de nézzétek, annyira kedvesek, konkrétan bejelöltek egy pár részt, amit mindenképpen szeretnék, hogy elolvasson az ember, úgyhogy gyorsan most majd még a tájékoztató előtt, vagy a Zoom beszélgetés előtt bele is olvasok. Egy ilyen nagyon jó kis, hasznos olvasmány, amiben Debrecennek a múltja tök jól benne van. És a másik dolog pedig ez, a Debrecen város borai 2020, és ezek közül a borok közül küldtek nekünk párat, amiket majd szerintem valaki hozzáértő fog felkonferálni, hogy mit ígyunk, meg mit iszunk, meg mivel, meg ilyenek. Mint látjátok, 6 féle ital van itt, mert ugye nem csak bor, hiszen van ott egy pezsgő, és ezek mind Debrecenváros borai italai. És ebből a 6-ból 4-et kaptam meg, de konkrétan azt a 4-et, amit én is választottam volna. Szóval, hogy nincsenek véletlenek, vagy vannak, de akkor tök jók. A kedvencem. Holdvölgy. Nem hiszem el, hogy még mindig nem jutottunk el odáig, hogy elmenjünk hozzájuk, és csináljunk egy bővebb anyagot róluk, mert hát örökre szerintem a kedvenc borászatom. Meg én nagyon édes boros vagyok, és én iszonyatosan szeretem ezeket a tényleg magas minőségű édes borokat, és Holdvölgy ebben, hogy mondjam, utánozhatatlan konkrétan. Ez egy szamorodni lesz, kóstoltam szerintem, igen, elképesztő. Ja, és még ezt gyorsan megmutatom. Hát ez a sajttál.
Az van, hogy a következő programunk ajánlással kapcsolatos, de nem tudom megállni, hogy ebben eljegyek most bele. Muszáj lesz. Nem olyan egyszerű összehozni egy munkautazást, amikor pár napra elmegy az ember és bemutatja cikkbe, meg mi ugye aztán videókba is, hogy mi történik. Ez nem annyira egyszerű, mint ahogy kívülről kinéz, sok-sok egyeztetés kell hozzá, a helyek részéről is kell hajlandóság, a mi részünkről is, és nagyon jó, amikor van egy olyan csapat, akik mindent tudnak mondjuk az adott helyről, és tudják, hogy mit érdemes ajánlani, és tudják, hogy milyen dolgok történnek, és milyen fejlesztések vannak, és az, hogy most velük egy ilyen borkóstolón akár csak virtuálisan is részt veszek, az nagyban megkönnyíti a munkámat, mert ezután nyilvánvalóan a következő hónapokban tök jó lesz majd elmenni Debrecenbe, és sokkal jobban fel leszünk készülve arra, hogy mi vár ott minket, és hogy hova, meg hogyan írjunk majd róla anyagot. Itt a sűsű maszkban. És így néz ki egy öltöző. Öltözői gasztropercek, pogácsa, kókuszgolyó és zserbó, falatkák, mosni, Péter csinibe. Konkrétan a kelléklistához egy centiliter kávét kértem, és ki fogom önteni majd az asztalra adásban egy fábri bögréből egy kis kávét, és arra egy kis diorámát kell készítenem, és efféle izgalmas dolgokkal telik ez a 3-4 órám, amit már itt eltöltöttem. Nagyon vicces, hogy éveken keresztül néztem a Fábri Show-t, ugye erre is nőttem fel, és most meg azt látom, ahogy az élő felvételben egy csomót bakizik és elrontja, de hát úgyis ugye nem élőbe megy, úgyhogy azt kijavítják, viszont így nagyon komolyan szerepben marad még akkor is, amikor elront valamit. Na mindjárt évek. Az a durva ezen a helyen, hogy itt kéne lennie, de itt el kell jönni tovább. És itt van egy élelmiszerbolt, szerű dolog, vagy ilyen delikátesbolt, és itt tudsz bemenni az étterembe. Az egész az onnan kezdődött, hogy 2 éve, május 1-én, majális napján fesztivál volt a Hősök terén, elmentem enni egy hamburgert barátommal, utána beültünk az alkomba, és a belváros teljesen le volt zárva a fesztivál miatt, és lényegében a GPS-em itt hozott el a rakparton, és akkor látta meg a kirakaton kiírva, hogy ez az üzlethelyiség ez szabad. Szabad bemenni oda hátra. Oda néz. Oda néz. Ilyen. Nem szép dolog. Látszik rajtam, hogy ittam? Én érzem. Nézzétek, milyen felsőm van. Ennyi.
iszonyatosan örülök neki, hogy bár egymásra volt ez a két esemény szervezve, mégis bevállaltam mindegyiket. Arról már beszéltem, hogy Debrecennel kapcsolatos újdonságokat meséltek el nekünk egy zoomos online sajtótájékoztató keretében, és csak egy bort kóstoltam meg, hogy azért ne toljam túl, mert egy fél órával előbb ki is kellett szállnom a beszélgetésből, és el kellett rohannom Rácz Jenő új éttermébe. Vagy hát első éttermébe. Na, hát luxi, fine dining, szexi, izgalmas. Ahogy elképzelni egy éttermet, ahhoz képest nem olyan. Tehát nem külön asztaloknál ülsz, hanem shave table, annak hívják ezt, tehát mint az ilyen piálós helyeken a bárpult. Csak egy ilyen hosszabb félkör alakba, és mindenki a pultnál ül, aki vacsorázni jön. Amúgy nagyon kényelmesek a bárszékek, mert attól függetlenül egy ilyen magasabb bárszék van támlája, meg karfája. És amúgy van fönn egy bár, ahol egy nagyon klassz koktélos srác, akinek most nem jut eszembe a neve, készít koktélokat, és oda a bárba be lehet menni foglalás nélkül is. Viszont ez az étterem olyan, hogy ide foglalni kell, és kettő ültetési rend van. Az egyik ilyen 5-6 óra körül, ők egy hatfogásos menüt kóstolnak, és erre két órájuk van, és utána jön a másik ültetési rend, tehát nem úgy van, hogy egyszerre megjön egy asztal, és akkor leül, aztán eszi, amit kiválaszt az étlapról, hanem itt az van, hogy mindenki ugyanazt eszi, mindenki ugyanazt a 6 fogást, vagy a 11 fogást, és mindenkinek egyszerre kezdődik ez a menüsor, és így együtt ültök egy nagy ilyen U-alakú asztalnál, aminek a másik oldalán ott van a séf, és ott vannak az emberek, akik felszolgálják az ételt meg az italt. És ja, hát ez egy amúgy abszolút olyan áron fut, mint a Covid előtt bármelyik luxi étterem. Tehát ez a hatfogásos menü ilyen 25 ezer forint. Ez ennyibe kerül, gyerekek. Tehát a fine dining az ennyibe kerül. Nagyon izgalmas dolgok vannak. Tényleg Nem volt olyan részlete a menünek, amit ne tudtam volna jó ízűen megenni, és amúgy ezzel a hatfogással jól lehet lakni. Van benne ilyen kenyér, meg kis beudvarló kedvességek, meg mit tudom én. Jó, klassz, nagyon tetszik, de azt gondolom, hogy ez kifejezetten olyan embereknek lesz majd szimpatikus, akik valamiért nagyon szeretik a Rácz Jenőt, vagy csak a tévéből ismerik, de szívesen megismernék élőbe, mert ő konkrétan itt lesz. Mindig abban az étteremben lesz. Tehát amikor elmész oda vacsorázni, akkor Rácz Jenőt is megkapod. És ő fogja felszolgálni az ételek egy részét. Szóval szerintem ez tök nagy szó, mert hiába mész mondjuk oda a Strand 25-be, nem biztos, hogy ott van a Szél Tamás. Vagy ha ott is van, nem ő fogja kivinni az ételt neked. Na itt a Jenő ugyanúgy, mint a többi kollégája, ott áll, hozza a kaját, beszél róla, lehet beszélni vele egy pár szót, biztos lehet vele amúgy fotózkodni is, bár nem tudom, hogy kinek vannak ilyen érzelmei, de hogy egy ilyen típusú embernél, aki ennyire felkapott és benn van a médiába, szerintem ez egy tök jó dolog, és szerintem ez sok embert érdekelni fog. Úgyhogy abszolút pozitív volt ez az egész, nem tudtam videózni, mert ugye Peti nem volt ott, de nagyon élveztem, mert aki mellettem ült, azt jól ismertem, és tök jól elbeszélgettünk, úgyhogy nagyon tetszett, és szerintem én nem biztos, hogy vacsorázni megyek vissza, hanem mondom, nagyon szimpatikus volt a koktélos srác, és az, amiket csinál, úgyhogy lehet, hogy hozzá, ha a környéken járunk, akkor beugrunk még egy-egy italra. Úgyhogy erről ennyit, Debrecenbe meg remélem, hogy mi hamarabb megyünk. Köszönöm, hogy mi a jó, aki sütet! Legyogatják, hogy szállt állt éve!
szépen, hogy együtt él. Mostanában tevékenységet folytán a média egy kicsit a szárnyaira kapott. Tudod, mit nem mondtunk el? Eredetileg se. Mit? Bár szerintem sokan sejtik. De az, hogy te miért mentél oda? Mert csak azt mondtuk, hogy oda mész. Miről beszéltél? Fábricsóban. Hát nyilván a Tiny Wasteland miatt megyek egyébként mindenhova, ami ilyesmi. Hogyha valaki nem tudná, miről van szó, akkor oda a Peti feje fölé, a bal kezedet emeld föl, ott lesz fölötted az a videó, amit készítettünk csak rólad, meg csak erről a Tiny Wasteland-es dologról. Ezek minifigurák, fotók, vételek, blablabla. Aki tudja, annak már unalmas, aki nem tudja, az viszont nézze meg ezt a videót, ami mindent elmond erről. Igen. Nekem van egy második életem ezzel kapcsolatban. És a Fábi Show az valahol ennek a tetőpontja volt most. Hát mindig van valami tetőpont. Mindig van egy tetőpont, mindig hála Istennek felfelemért dolog. Érdekes volt, mert nem egészen úgy nézett ki a Design Center, mint ahogy én azt úgy megszoktam az elmúlt 10 évben, ahogy mindenki felnőtt rá, hogy dolgok vannak kirakva. Én voltam a Design Center maga, az én dolgaim, de nem úgy voltunk kipakolva, mint annó a Design Center, hogy mindenféle dolgok, mert én mondtam, hogy összes 3 tárgyat tudok vinni, ami bele is fér az M1 keretébe, tehát... Ez két darab. Mert ugye nyilván egy csomó dolog, ami hozzád kötődik, az csak így kép meg igen, videó. Ez nem tud elvinni, megmutatni. Igen, erről beszéltünk is, már amennyire tudtam megszólalni a Fábriba, ugye. Igen, de van, amit mutattál, és szerintem az előző videómban nem volt benne, hogy benne volt. Nem emlékszem rá, hogy már mutattuk el, hogy diorámáid is vannak. Szerintem nem. Nem nagyon beszéltünk. Mert azóta ez így alakult. Igen. És most már egyre több olyat csinálsz, hogy... Ne csak maga a kép legyen, hanem egy önálló alkotás, egy kézzel fogható fizikai alkotás. Ebből ugye elkezdtem először is a konzervsorozatot, ez egy tó, amit csináltam egy tót, egy tavat. Gyere közelebb? Gyakorlatilag. Vele? Egy konzervdobozba. Ezen Lányan. Volt egy öreg asszony is, aki egy hullaszsákot húzott bele, csak ezt most a műsor miatt szét lett szedve. Ezért is van letapasztva a loszhoz felirat egyébként. Ja, hogy nem lehetett márkát mutatni? Hát persze. Amúgy de kimondhattam, ezt nem is értettem. Aztán még mit mutattál meg? Mert ugye ez volt a második, nem? Igen, ez volt a második konzervem, ez már egy komplexebb. Itt egy tengerpart jelenet, ahol egy cápa bekebelez egy csávót. Szutogatom, hogy mutasd ez meg. Történik. Ezt egyébként meg is vásárolt egy angol fiatalember, aki az új munkahelyének az első fizetését tette érte félre. Nagyon aranyos volt, és mondta, hogy ha felveszik a munkahelyére, akkor megvásárolná ezt. És írta, hogy felvették, és most megvásárol. Úgyhogy az utolsó útja volt a Fábri Show, meg ez a felvétel, és most repül Angliába, és tulajdonosát. Erre drága Fábri Sándorunk azt mondta, hogy nagy az Isten állatkertje, tehát ilyen csávó volt. És megmutathattad azt is? A legérdekesebb dolog, amit és igen, ez a legérdekesebb, ez még egy prototípus, amit most mutatni fogok, ez a Tiny Cube, gyakorlatilag minden, amit elkezdtem élőben felépíteni, így ilyen Tiny Wastelandben, valami kézzel foghatott, úgy akartam valamit, hogy valami ilyen marokban elférő örök alkotás, és ez a Tiny Cube, ami... gyakorlatilag egy műgyanta kockába gyártva egy dioráma, és jelenleg vakcinákat tettem bele, hogy ilyen mindenkinek a saját vakcináját bele tudom öntögetni. Most jelenleg az összesféle vakcinából rendelkezem. Ez a Pfizer, ugye? Ez a Pfizer, igen. Pfizer. Itt még vannak kisebb hibák, ez ki lesz majd javítva, nem lesznek ilyen éles vonalak, nem lesz ilyen. Tehát, hogy ez egy szépen átlátszó dolog igen. lesz. És nem tudom, hogy most látszik a felvételen, de ott lötyög is benne valami. Igen. Nyugi, az már csak víz. Hát amúgy félig, mert még marad benne valamennyicske. Arra gondoltam, hogy ez lesz a Tiny Wasteland első merch terméke, és egy darab sztorit raktam ki erről a kockáról, ami még szar, de már jelentkeztetek páran a csatornáról is, aminek nagyon örültem, és így el is kezdtem gyártani ezeket így. Úgyhogy egyébként, ha valaki még szeretne, akkor tudok ért készíteni a saját vakcinájával. Mi van ebbe? Egy búvár. Egy búvár van benne amit a vakcinában. Amit én nyomtattam már, tehát ez ilyen teljesen handmade. Egyedül a vakcinát nem én csináltam.
arról mondj egy pár szót akkor, hogy milyen élmény volt ott lenni, vagy hogy nagyon beparáztatott, mert arról beszéltünk az elején, hogy azért kicsit úgy tartasz tőle. Azzal gyakorlatilag, hogy vlogolunk, meg rengeteg interjúm is volt már, így ezt azért megértettek, hogy nem annyira esek kétségbe, hogyha a kamera előtt kell állni, de ez teljesen más volt. Itt a Fábri, tehát ha szeretjük, ha nem, ha nevettünk rajta gyerekkorunkban, ha nem nevetünk most, ha nem értünk vele egyet, akármi, akkor is egy ikon, aki végigkísérte az elmúlt évtizedet, meg még egy kicsit azelőtt is, és nagyon fura volt vele szembeülni, és nem pedig egy tévéképernyőn keresztül nézni, ahogy szétaláz mindenkit, hanem te ülsz ott vele szembe, és aláz szét téged. Akkor találkoztam vele először? Akkor, nem, még műsor előtt ilyen hátrakulcsolt kézzel oda cammogott az öltözőmhöz, és akkor így... Akkor ilyen nagyon kedvesen egyébként megjegyezte, hogy ez marha jó, amit csinálok, és van ebbe pénz, meg jó lesz ez, az bejön, akkor nagyon bejön. Tehát ilyen tök jó arc volt, aztán gyakorlatilag sok sikert kívánt önmagához, és akkor elkezdődött a felvétel, ahol az első mondata az volt felém, hogy hát te nagyon pihent vagy. Meg végig tolta ezeket, hogy a szülei tudják, mit csinálsz, és ott vannak a közösség soraiban. Nagyon-nagyon vicces, nagyon szétszedett, tehát semmit nem hagyott végigmondani. Hát mint én? Igen, olyan, mint te. Elkezdek valamit mondani, tehát rákérdez valamire, elkezded mondani, és nem hagyja, hogy végigmondja, tehát nem lesz értelme annak, amit mondasz. Neki kell lennie a show-nak, de ez... Igen, mint Adri. De ez ilyen, ezt valahol tudtam, nyilván kicsit zavart is. Egyébként bocsánatot is kért már adás közben is, hogy ez egy ilyen show. És anyáméknak mondtam a műsor után, hogy hát előre szétszedett a csávó, és mondták, hogy szerintük velem volt a legkedvesebb. Jézusom, mit kaphattak a többiek? Jó, de akkor nem röhögött ki, csak azért így nyomta azt, hogy ez egy beteg dolog, vá, stb. Nem? Hát igen, nagyjából ez. Hát jó, de hát ez egy beteg dolog. De jó volt, élvezted? Amúgy igen, tehát ez nagyon szép volt. Azért jó lesz emlékezni, hogy idáig jutott a dolog. Meg az első magyar Oscar-díjjal egy öltözőben voltam, azért az se semmi, ugyanis a Rófusz volt előttem. Kicsoda? Rófusz, aki a legyet rendezte, ja. Ugye, és ő kapta az első magyar Oscar-díjat, úgyhogy az is kemény volt, hogy egy öltözőbe lehettem vele. Úgyhogy ez egy megtiszteltetés volt nyilván az egész. Szóval a jövő hét, Fábri show, nézzétek, ha látni akarjátok, hogy Petit hogy izzasztotta meg. Így van. A csávó. Rendeljetek ilyen kockát, és ezt ilyen 25 000 forintért létre tudom nektek hozni, limitált mennyiségben. És limitált ideig, mert figyelj, ennek megy fel az ára, Petikém, ezt nem árulhatod örökre, fillérekért. Hála Istennek, egész sokan érdeklődtek, még egy ilyen 10-et el tudok válni, aztán elgem lesz az egészből, úgyhogy csapjatok le rá. Ja. Meg ennyi vakcinám van egyébként. Kész. Ja, és vegyetek kitűzőt, ugyanis most már rendelkezünk többel, és link a leírásban. Iratkozzatok fel, legyetek tagok, akár egy sör áráért is, hogy támogathassátok a munkánkat, és rengeteg exkluzív tartalmat találtok azon a bizonyos tagcsatornán, és nagyon gyorsan kell beszélni, mert Adri azt mondta, hogy nincs sok idő hátra a kamerán, úgyhogy gyorsan kell, mondom, ezért töltelék szavakat teszek hozzá, miért csinálom ezt? Ahelyett, hogy elköszönnék már végre gyorsan, és akkor talán meg tudnál csinálni ezt a videót. Sziasztok!